Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Bak 2025. Egy picit belekukkantunk 2025-be. Megnézzük mind a 12 asztrológiai házat. Kezdjük. Egyes ház. Én vagyok a külső, a belsőm, a hangulatom, a közérzetem. Na, mi van itt? Kettes. Ó, csodálatos. A legszerelmesebb kártyát megkaptuk, víz, energia, kejhek, kettes, víz, energia, boldogságos víz, energia, pozitív, gyógyító víz, energia. Szerelmes leszek? Lehet? De itt van boldogság, boldogság, megbízhatóság, szeretet, romantika is itt van. Lehet, hogy a bak romantikus lesz. Ezt fogják látni, ezt fogják érezni, hogy a bak milyen romantikus. Lehet tényleg egész évben szerelmes lesz. Vagy boldog lesz, boldog lesz. De van itt boldogság. Jó, jó ez a kezdés. Megyünk tovább. Kettes ház, pénz, értékek, önértékelésünk. Ez viszont hatos, és ez is kelyhek. Dominál a vízenergia, a pozitív vízenergia. Ez a kártya maga a múlt. A múlttal kapcsolatos lehet valami. Lehet-e visszatérünk egy régi munkahelyünkre? Kapunk egy jó kis ajánlatot? Lehet, hogy a régi pénzünket megkapjuk. Most fognak minket kifizetni. De egyébként kellemes kártya. Kellemes meglepetés érhet minket. Jó ez. Jó ez. Dominál a víz energia. Megyünk tovább. Hármas ház. A kommunikáció, az utazás, a rövid út, a belföldi út ide tartozik. A tanulás, a továbbképzés, az alapképzés ide tartozik. Közvetlen környezetünk, a szomszédok, a testvérek. Na, mi van itt? Ötös kelyhek. Ötös kelyhek. Hát ez viszont szomorú kártya. Nagyon gyakran mutat valamilyen csalódást, valamilyen vitát, a vérrokonokkal például. Tehát itt lehet számítani valamilyen kis kellemetlenségre. Tehát dominálnak az érzelmek, az érzések, dominálnak itt. De a lényeg bármi is az, lehet egy sikertelen vizsga például, vagy egy sikertelen utazás, egy sikertelen kresszvizsga például, csalódás a testvérünkben. A lényeg, hogy itt vannak kelyhek mögöttünk. Kettő darab, itt van egy, és itt van egy. Ha ezeket fogjuk nézni, ezekre fogunk összpontosítani, akkor nem fogjuk észrevenni az új lehetőségeket. Na itt ez a lényeg, hogy kapunk új lehetőséget, kapunk segítséget, kapunk támogatást az univerzumtól. Ezt észre kell venni. Megyünk tovább. El kell engedni a negatívumot. A múltban kell hagyni, főleg mellette van a múltnak a kártyája. Négyes ház, otthon, család. Na, mi van itt? Tízes. Gyönyörűséges kártya, és ez a család kártyája. Tehát itt lesz boldogság, itt lesz pénz, itt lesz komfort, lehet, hogy valamilyen komfortos dolgot veszünk a házunkban. A föld energia dominál, a ti energiátok, érmik, Vénusz, a Vénusz maga a szépség, maga a komfort, maga a finomság. Lehet, hogy felújítjuk a házunkat. Valamilyen szép dolgot veszünk az otthonunkba. De ennek az egész család örülni fog. Valamilyen csodálatos családi esemény lehet itt. Ez nagyon tetszik nekem. Főleg, hogy az ötös mellett van, azért hatnak egymásra a kártyák. Egy tízesben kettő darab ötös van. Megyünk
tovább. És ráadásul még ez a négyes ház nagyon nagy szerepet fog játszani, azért 2025-ben is. Na de erről majd beszélünk 2025-ben. Megyünk tovább. Ötös ház, minden, ami boldoggá tesz minket, ide tartozik. A gyermekek, a szerelem, a romantika, az utazás, a hobbi, a nyaralás például, a játék, a vállalkozásunk, kilences, tűzenergia. Hát ezért a boldogságért meg fogunk harcolni. Kiállunk a boldogságunkért, megvédjük a boldogságunkat. Ebben a harcban csak magunkra számíthatunk, de ez sikerülni fog. Bármi is legyen az, bármi is legyen az. A gyermekünk, vagy a szerelmünk, vagy a hobbink, vagy a vállalkozásunk. Megyünk tovább. Hatos ház, munka. Hatos ház, egészségbetegség, a házi állatkák is ide tartoznak. Kilences, ér még föld energia, a ti energiátok, ez nagyon jó. Itt van a tízes, és itt van a kilences. Nagyon jó, nagyon jó. Jó egészséget mutat ez a kártya. Ha netán betegségről lesz szó, akkor lesz gyógyulás. Olyan munkát mutat, ahol kifizetnek minket, ahol jól fizetnek. Jók a munkakörülmények, ez is fontos, jó, megyünk tovább, nagyon jó. Egyébként itt van egy kis madárka, ugye a házi állatkák is ide tartoznak, itt van a kis madárka, tehát a boldogságot fognak hozni nekünk a kis kedvencek. Megyünk tovább, hetes ház, a partnereknek a háza, az egyes házba itt vagyunk. Mi, itt a bak, csodálatos kártyát kaptunk, szerelmes kártyát, a legszerelmesebb kártyát megkaptuk, és velünk szembe itt vannak a többiek, a partnerek, a házastársa, az ellenség is itt van. Na nézzük. Kettő kártya jött. Jó, akkor, mi van itt? Ó, Plutó, a Plutónak a kártyáját megkaptuk. Ez maga a halál. A Plutó most még a bakban van egyébként, aki még nem tudja. November 20-áig. Ó, régóta a Plutó a bakban van. Régóta. 2008 óta. De ha nagyon megnehezítette az életünket, mert a Plutó az élet és a halál. A Plutó a nagy pénz, a nagy hatalom. Nagyon nagy csodát tud adni nekünk, vagy nagyon nagy nem csodát. Ha megnehezítette az életünket, akkor már nem maradt sok. November 20-ától békén hagy minket, és soha többé nem tér vissza a bakba. Legalábbis a mi életünkben nem, mert a ciklusa több mint 240 éve. Tehát ahhoz kellene minimum 240 évet még élni. Na de, visszatérünk ehhez a kártyához. Nagy változás. Karmikus kártya, karmikus kapcsolat lehet itt. Nagy változás lehet itt a partnerségből, házasság lesz, főleg, hogy itt a legszerelmesebb kártya. Lehet. Karmikus kapcsolat, valamilyen karmikus kapcsolat van itt. Valami véget érhet egyébként, véget érhet egy barátság, egy üzleti partnerség is véget érhet, mert ez a kártya a befejezés is, és a kezdés. Még egy kártyát kaptunk, ez viszont négyes, és föld energia, ti energiátok. A négyes stabilitást hoz nekünk. A négyes biztonságot ad nekünk. Ez a kártya pénzt is mutat, jó pénzt mutat, de vigyázni kell rá a pénzre, az értékekre. Én pozitívumot érzek én itt. Tehát pozitív változásokat érzek én itt. Értékes változásokat. Nekem ez itt tetszik. Megyünk tovább. Ha netán valamilyen szövetség, valamilyen partnerség véget ér, akkor annak vége kell, hogy térjen.
valamiért az már nem működik, nem életképes. Az már nagyon megnehezíti az életünket. Ne ellenkezzünk. Nem is érdemes ellenkezni a Plutóval. Alul maradunk, biztos. Még jobban fog fájni. Igen, ő úgy dolgozik, mint egy sebész, de narkózis nélkül, fájdalomcsillapítás nélkül jön, és szépen eltávolítja azt, ami már nem való hozzánk. Azt valamit vagy valakit. Ne ellenkezzünk, mert még fájdalmasabb lesz. Eltelik egy kis idő, akkor rájövünk, hogy jaj, de jó, hogy így alakultak a dolgok. Megszabadultunk attól a partnerségtől, de kaptunk egy új partnerséget, ami maga a megbízhatóság. Érdekes. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Nyolcas ház, a Plutónak a háza. A nagy pénz, az élet és a halál. A pszichológia is ide tartozik például. Na nézzük. És a Plutónak a kártyáját megkaptuk. Ó, de dolgozik itt a Plutó. Ma október 7, a Plutó még a bakban van. Nos, na nézzük. Nagy változás? Igen, az élet és a halál háza. Ez a kártya is ilyen. Az élet és a halál. Második esélyt megkapni. Ez maga a feltámadás. Azt szoktam mondani erre a kártyára, hogy itt az angyalok trombitálnak, a halottak feltámadnak. Feltámadnak, mert kapnak egy második esélyt. Ez maga a főnix madár. Hamuig leégni és újjászületni. A második esély itt van. Két karmikus kártya egymás mellett, ez nagyon erős. Ez nagyon erős. Nagyon erős. Ezeket a lehetőségeket el kell fogadni. El kell fogadni. Sőt, amikor ez a kártya megjelenik, akkor mi magunk rájövünk, hogy valami nem stím, hogy valami nem jó az életünkben, hogy tényleg így akarok élni? Tényleg? Ugye itt a nagy pénzről van szó például. És akkor változtat az ember, megváltoztatja az életét. Küzd például a nagy pénzért. Küzd az életét, az élet és a halál, ugye? Küzd. Nem adja fel a harcot. Erős, nagyon erős. Fontos hírt kaphatunk, ez az angyal. Hozza nekünk az üzenetet. Hozza nekünk az üzenetet. Megyünk tovább. Kilences ház. A külföld ide tartozik, a felsőfokú oktatás ide tartozik, a jogi ügyek, a bírósági ügyek, a hit, a vallás. Na, milyen jó kis apród van itt. Apród és kelyhek. Valakinek teljesül egy kívánsága. Az apród kezdés, elkezdeni tanulni, például külföldön szerencsét próbálni. Ez lehet szerelem is, egy külföldivel. Lehet kelyhek, érzelmek, amit a szívünk, tehát itt a szívünk fog vinni, a szívünk, a lelkünk. Na nézzük, valami új dolgot elkezdeni. Neptunusz energia van itt. A Neptunusz is maga a hit, a vallás. Megyünk tovább. Na nézem itt a kártyákat. Miért van, akit fejjel lefele? Hát a több kirakást. Na nézzük. Van itt egy kártya fejjel lefele. Jó, úgy marad. Akkor most megfordítjuk őket. Aha. Itt van a hold. Jó. Szeretem a rendet. Na nézzük. Tízes ház a legmagasabb ház. És ráadásul a baknak a háza, tízes ház, a karrier,
A státusz, a cél, a legnagyobb cél. És itt még 2025-ben a 4-es ház és a 10-es ház fontos szerepet játszanak. Na de erről, ahogy mondtam, 2025-ben még beszélünk. Na nézzük, mi van itt? 6-os a győzelem. Tűzenergia botok, a győztesek kártyáját kihúztuk. Ki lesz a győztes? A bak. Meg is érdemli. A győztesek kártyáját megkapjuk. Lehet, hogy valaki nyugdíjba megy. Végre valahára. Ez lesz az a győzelem, amit várt, amiért harcolt egy életen át. Lehet valaki főnök lesz. Lehet valaki végre valahára apa lesz, anya lesz, nagybácsika lesz. Lehet, hogy ezt már régóta várjuk itt. De ez győzelem. A legnagyobb célt itt elérhetjük. Ez nekem tetszik. Na, megyünk tovább. 11-es ház. Internet, csoportok, barátok. 11-es ház az eredményeknek a háza is. Na, mi van itt? Karmikus kártya. Az igazság szolgáltatás. Karmikus kártya. Ó, itt van. Mert van. Ez a bumeráng. Megérdemeljük most már azt a győzelmet? Szerintem igen. Tehát a győzelem mellett ráadásul igen, megérdemeljük. Valamit elérünk. Valamilyen eredményt meg fogunk kapni, valamilyen jutalmat kaphatunk itt. Egyébként ez a kártya, ez maga, hát igen, az ilyen fontos dokumentumok, jogi ügyek és hivatalos ügyek is ide tartoznak. 11-es ház még a házasságnak a háza. Nem az első, második, harmadik házasság, tehát az is ide tartozik. Ez plusz információ valakinek. Az igazság nagyon komoly kártya, nagyon mély kártya. És ugye van ott kard, kard van a kezében, a kard, az internet is ide tartozik a kardhoz. Tehát a virtuális világ plusz az igazság, végre valahára kiderülhet valamilyen igazság. Egy baráti társaságról valami kiderülhet. Egy csoportról valami kiderülhet. Ez nagyon komoly kártya. Valamilyen hivatalos ügyeket itt együtt intézhetünk. Megyünk tovább. Itt ítélkezhetnek felettünk. Interneten tanulni például. Ez is ide tartozik. Komoly kártya. Tovább. Ráadásul a harmadik karmikus kártya. Ez komoly, komoly. 1, 2, 3. Hát itt még a karmikus csomók dolgozni fognak, ahogy, ne, főleg 10-es és a 4-es ház érintett itt. Tehát a karmikus csomók itt még dolgozhatnak rendesen. Itt még a Plutó is rendesen tud dolgozni. Legyen ez pozitívum. 12-es ház. Na nézzük. A 8-as háztól és a 12-es háztól szoktak tartani, mert a krízis helyzet is ide tartozik. Viszont nekem a 8-as házban nagyon tetszik, hogy ez megjelent itt nekünk, a Plutónak a kártyája, a végítélet. Ha netán műtétről van szó, akkor az sikeres lesz. Második életet kaphatunk. Na nézzük, 12-es ház, maga a titok. 12-es ház, maga a félelem. Maga az izolált hely, ez lehet kórház, vagy lehet egy sziget, ahol pihenni fogunk. Egyébként a távoli földek is ide tartoznak, a szent helyek ide tartoznak, az összes sziget ide tartozik, az emigráció is ide tartozik. A lezárásnak a háza, a befejezésnek a háza, a 12-es. És amikor a fenti erők vigyáznak ránk, valami van itt. Van itt valamilyen támadás, és védekeznünk kell lesz. Valaki meg akarja tudni a titkunkat? Tehát van itt valamilyen védekezés. A félelmek ide tartoznak például. A félelmek. Harcolni a félelmeink ellen
tűzenergia dominál, viszont a kártya pakli alján ez egy plusz kártya. Ez a kereső. Tehát ez tipikus. Ide illik tipikusan a 12-es házhoz. Titok, titokzatos kártya, misztikus kártya, ugyanúgy, mint a 12-es ház. A misztikus erők itt dolgoznak, védelmeznek minket. Megtalálni valamit, valamilyen titkot megtudni, valamilyen misztikus dolgot megtalálni. Valamit megtudni. Itt blokkolva van az információ, keresni kell. Keresni kell. Keresni kell azt, ami a miénk. Keresni kell a boldogságot. Meg fogjuk találni. Nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű. 12-es ház nem könnyű. Ez a kártya nem könnyű. Nem könnyű. Jönnek itt a nehézségek, a problémák. Tehát itt támadnak minket. Meg kell találni valamit. Megtalálni. Megtalálni ezt a csodát. Inkább itt teszem. Legyen ő fölül. Meg fogjuk találni. Meg fogjuk találni. De nem lesz könnyű. Valamit elérni, de nem lesz könnyű. Mert tényleg valaki emigrálni akar. Meg akarja szerezni azt a hivatalos papírt, vagy azt az állampolgárságot. Nem könnyű. Nem könnyű. Na igen, megyünk tovább. Mi lehet itt még? Legyőzni a betegséget például. Nem könnyű. Na de nekem azt tetszik, hogy a 12-es ház össze van kötve a 6-os házzal, itt viszont gyönyörűséges kártyánk van. 9-es érmék, ez maga a gyógyulás, megtalálni az értéket, célba érni. Na mi van itt? Ó, ez is egy plusz kártya. Érmék, föld energia, a ti energiátok. És ez maga a palota. Ez maga a palota. Tehát egy ilyen helyet megtalálni. Ezt a helyet meg kell keresni, ahol otthon fogjuk érezni magunkat. Ahol érték is lesz. Nem hiába itt van ez a plusz kártya, ez a kereső, megtalálni ezt a helyet. Nem hiába itt van a 10-es érmék. Itt vannak. 10-es érmék. 9-es érmék. Tehát a legmagasabb kártyák a kis árkánumban. Érmék, érmék. Föld energia, ti energiátok. Megtalálni azt az értékes helyet, ahol otthon fogjuk érezni magunkat, ahol komfortban fogjuk érezni magunkat. Ugye itt Vénusz energia dominál, a Vénusz maga a komfort, maga a pénz, maga a bőség, maga a szépség. Ez nekem tetszik. Na, mi van itt? És megint pénz. És ez viszont király. Hát ez viszont maga a bak. Megkoronáztuk ezt a kirakást. Az utolsó kártyánk, ez maga a bak. A király. Ki lesz a király, a bak? Ki fogja megtalálni az értéket, a bak? Hát legyen így. Erős kirakás, erős karmikus kártyákat kaptunk, erős. Még a 2025-ös év is erős lesz. Fogjuk itt érezni. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!